Sziasztok, szeretnék egy régi klasszikus megmutatni nektek gitárom. A Beatrice-től a Gyere kislány gyere, diszkóklubba szól már a zene. Egy nagyon jó kis, funkis nóta, azért egyszer már meg gitáron nagyon jól szólnak benne az akkordok és szép kis fordítások vannak benne. A dal úgy kezdődik az intróban, hogy három tompitottat pengetünk. Hozza fel a kezét, egyébként a nyakon hallatszódik, tehát különböző helyen tompítva megpengeti. Utána pedig lefogunk egy H-molt itt felül, a 16., 15., 14. mond. Utána pedig egy E-moll 7-et fogunk itt lefogni. Ez a D-húrtól kezdődően a 12. bont. Mostanában így lehúzza között. Alapvetően egy ilyen E-dóros hangulatú szám. A verze úgy kezdődik, hogy fogunk egy E-moll 7-et. Ez lehet, hogy sokaknak ismeretlen, ez egy ilyen drop-to fordítás, ami azt jelenti, hogy különböző sorrendben rendezzük el az E-moll 7-nek a hangjait. Egyébként, ha valaki végig akarja gyakorolni, akkor így néznek ki ezek a fordítások. És itt előről kezdődne az egész. Ez végig az E-moll 7, csak forognak körbe a hangok. A drop two egyébként azt jelenti, egy kicsit az elméletbe belemenjünk, hogy vannak egy akkordnak ugye fordításai, első, második, harmadik fordítás, és a drop two-nál ezekbe felülről a harmadik hangot mindig ledobjuk a basszusra. Ezért olyan, főleg zongorán kezdték ezt el használni, de gitáron is nagyon jól szólnak meg, viszonylag könnyen lefogható. Jó, tehát a verze, a dalba így néz ki, hogy van egy E-moll 7, utána ugrik fel E-moll 9-re. Itt végig barrézom a D-húrtól, és a kicsivel, vagy akár a hármasaknak, hogy kényelmes, lefogom a 14. húrba. Utána vissza ide, és jön egy sima E-moll 7, itt pedig megint csak végig barrézom. Pengetést először így érdemes megtanulni, hogy funkiba végig 16 szorokat pengetünk. Hogyha számolnánk, akkor lehetne egy tiririri a Kodály módszerrel, de én inkább úgy szoktam, hogy 1-2-3-4, 1-2-3-4, 1-2-3-4, 1-2-3-4. Nagyon fontos, hogy az elsőt egy kicsit meghúzzuk, és akkor kap lendületet a kezünk. Akkor így néz ki a pengetés, hogy itt még kitöltöm a helyeket, tehát mindenhol pengetek, tompítottat itt. Egyébként eredetileg utána úgy volt, hogy kihagyunk egy-két helyen tompítást. Jó, ezt lassan érdemes gyakorolni és utána felgyorsítani. Utána jön a refrén, ami utána a verze is lesz. Így fog kinézni, hogy... Itt annyi a különbség, ha lejátszok ugyanezt az elején, ez az E-moll, E-moll 9, utána viszont egy A9-es akkordra jövünk.
ez itt 12. bunt 2-es mutató és 3-as 4-es. Aki ügyes, az tehet bele egy kis húzgálásokat is, hogy... fél hanggal alulról felhúzunk. Jó, tehát ez a refrén, utána pedig ez lesz a verze is. Jön egy kis átvezető rész, az egy G-dur lesz, simán tizedik bumban. És célú. Utána pedig egy A-mollt fogunk le, ezt is egy fordításba. 2-es, 1-es, 3-as út. És utána csak a zongora játszik egy H-dur. Tehát a gitár ott nem sokat játszik. Az átvezető részben is inkább csak a G-re penget, a C-re már nem nagyon, de ez a kör. Fontosokomisnél beleszólt, hogy jól tudjunk tompítani. Ezt úgy oldom meg, hogy itt például az E-moll 7-nél a 2-es ujjam egy picit hozzáér alulról az A-húrhoz. Ha nem érne hozzá, akkor bele tud szólni, és ez nagyon rossz. A E-húrt pedig a hüvelykújjal tompítom.